Köszöntök kedves nézőinket, a Jász Trió Televízió Apáti hírmondóját látják, nézzük heti híreinket. 25 munkáltató több mint 900 álláshelyet kínált a júniusi állásbőrzén a Dilini rendezvényházban. Számos szakértő elmélyült munkája eredményeképpen készült el az Idők jelei című áttekintő értekező munka, mely javaslatokat tesz a követendő irányra, és egyik jelentős témája a család. Erről hallhattak az érdeklődők az Idők jelei konferencia sorozat jársági állomásán. Befejeződött a Jászok történelmi dal és táncjáték előadás sorozata. Az előadások teltházzal és óriási sikerrel zárultak minden este a Jászberényi szabadtéri színpadon. Mi lesz a produkció utóélete? 25 munkáltató több mint 900 álláshelyet kínált a júniusi állásbőrzén a Dilini rendezvényházban Jászberényben, ahol több mint 600 érdeklődő fordult meg. Az álláskeresők nem csak a felkínált munkahelyek között válogathattak, hanem tájékozódhattak a képzési lehetőségekről is. Június 2-án a Dériné rendezvényház nagy terme fogadta a jászsági állásbőrze résztvevőit, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal Jászberény járás foglalkoztatási osztálya szervezett. Hogy minél többen ismerjük meg szolgáltatásainkat, és ismerjük meg a meglévő állás lehetőségeket. A jászság foglalkoztatási mutatói jók. A regisztrált álláskeresők száma 2731 fő, ez 13%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A munkaképes korú lakosság számához viszonyítva a jászsági álláskeresők száma 5% alá csökkent, mindössze 4,8%. Köszönhető ez az ilyen rendezvényeknek is, ahol a munkáltatók és álláskeresők közvetlenül találkozhatnak. Mint egy 25 munkáltató több mint 900 állás lehetőséget kínál fel az itt érdeklődők számára, ami szintén egy kiváló lehetőség azoknak, akik elkívánnak helyezkedni a jövőben bármelyik itt jelenlévő cégére. Csányi Péter, a NAV osztályvezetője is részt vett a rendezvényen, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2017-től minden magánszemély számára, aki állásban van, el fogja készíteni a személyi jövedelemadó bevallását, ami ezzel még nem lesz kész. Az csak a munkavállaló elfogadásával válik érvényessé. Az adóhivatal által elkészített adóbevallási tervezetet önöknek, magánszemélyeknek el kell fogadniuk, és csak akkor lesz ez véglegesen érvényes adóbevallás. Ehhez ügyfélkapuval kell majd rendelkeznie mindenkinek. Az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal rendelkezők személyes megjelenés nélkül is létrehozhatják azt egy elektronikus felületen. Aki azonban azzal nem rendelkezik, a kormányablaknál vagy az okmányirodában kezdeményezheti. Több mint 600 álláskereső fordult meg a munkáltatók standjánál a délelőtt folyamán, akik elsősorban és túlnyomóan betanított munkásokat, gyártósori összeszerelőket, targoncásokat kerestek, de szakmunkásokra is van igény, és magasabb posztokon is vannak nyitott pozíciók. Gyártósori összeszerelőket, CNC-s gépkezelőket, beállítókat, csoportvezetőket, gépbeállítókat, kamerabeállítókat, illetve magasabb pozícióban tudnám mondani a vevői reklamáció kezelőket, specialistákat, akiket elsősorban keresünk. Túlnyomó részt ugye betanított munkásokat keresünk, illetve mindemellett ugye szakmunkásokat is, akár karbantartó, gépbeállítói, illetve szerszámfelfogói munkakörökbe. Elsősorban targoncás, térmestert, meg autómosóba keresünk munkatársakat. A megjelentek élnek a lehetőséggel. Ilyenkor egy helyen több cég kínálatát végigböngészhetik, jó a tapasztalatuk az állásbőrzékkel kapcsolatban. Hasznosnak tartom. Sikerült már ilyen helyen állást találni magának vagy a családnak? Igen, igen, sikerült. A fiam is úgy került a Ferropressbe. Nem csak a munka lehetőségek között válogathattak, hanem a képzésekről is tájékoztatást kaptak. 46 képzési lehetőséget mutattak be az érkezőknek, melyek a foglalkoztatási osztályon keresztül érhetők el. Az uniós támogatási lehetőségek közül pedig kiemelt szerepet kapott a fiatal, 25 év alatti munkavállalók számára nyújtható támogatás, ami szintén képzési, tapasztalatszerzési lehetőségekkel segíti a későbbi munkavállalást. Ezeknek a 25 év alatti álláskereső fiataloknak, akik se
nem tanulnak, se nem dolgoznak, mind munkatapasztalatszerzés tekintetében, mind tényleges elhelyezkedés tekintetében, a versenyszférában történő elhelyezkedés tekintetében, illetve amennyiben képzési lehetőségekkel kívánnak élni, és így módon kívánják erősíteni munkaerőpiaci helyzetüket, akkor különböző képzési formákba való bekapcsolódásra nyújt ez lehetőséget. Hogy ezt igénybe lehessen venni, mindenek előtt regisztrált álláskeresőnek kell lenni. Ahhoz, hogy egy fiatal ugye támogatásban tudjon részt venni, elsősorban mindenképpen álláskeresőnek kell lennie, tehát nyilvántartásba kell vetetnie magát nálunk a rendszerben. Aztán, hogyha még nincsen konkrét célja arra, hogy ő hol szeretne támogatással elhelyezkedni, van olyan lehetősége, hogy először csak egy keretprogramba vonjuk be, ez az úgynevezett ifjúsági garanciarendszer. Ha pedig már van konkrét célja, akkor a munkáltatóval kérheti a támogatást. A munkaadóknak nyújtható támogatás egyrészt bérköltségtámogatás lehet háromféle konstrukcióban, másrészt a munkába járáshoz az utazás költségeinek támogatása. Emellett számos munkavállalással kapcsolatos tanácsadás zajlott, a külföldi munkavégzés után érdeklődőknek az EURES tanácsadás nyújtott segítséget. Megmutatunk egy honlapot, amin tehát rengeteg álláshirdetés van fent, jelenleg hát több mint 1 millió, és ebből ugye az egész Európai Unión belül, az EGT tagállamokon belül lehet böngészni. Emellett segítséget tudnak nyújtani abban is, melyek a legfontosabb elintéznivalók külföldi munkavállalás előtt. Számos szakértő elmélyült munkája eredményeképpen készült el az Idők jelei című áttekintés, mely számba veszi az eddigi eredményeket, kritikát gyakorol a negatív jelenségek felett és javaslatokat tesz a követendő irányra. A vitaanyagot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a professzorok Battyánköre készítette. Az értekezés 16 résztémát elemez ki, melyből az egyik a család. Erről hallhattak az érdeklődők az Idők jelenik konferencia sorozat jársági állomásán. Meggyőződésem, hogy egyház és család nélkül nincsen jövőnk itt a Kárpát-medencében, és amikor ezt a súlyos mondatot kimondom, arra gondolok, hogy amikor az egyházat üldözik és a családot felbomlasztják, akkor tűnik ki igazán a fontosságuk. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg dr. Szabó Tamás polgármester az Idők jelei konferencia sorozat jászberényi állomását június 9-én a Dériné rendezvényházban. Én azt hiszem, hogy a mai konferenciának a legfontosabb üzenete, hogy azt, amit kaptunk a nagyszüleinktől, a szüleinktől, azt át tudjuk-e adni az utánunk jövő generációnak. Pócs János országgyűlési képviselő megnyitó beszédében a közösségek és a család szerepéről szólt. Hangsúlyozta, másokért áldozatot hozni, felelősséggel élni az életünket és segíteni egymást. Ez mind olyan érték, melyre az egyház és a család tanít meg bennünket. Ezt az anyagot tavaly mutattuk be, október 30-án, és örömünkre miniszterelnök úr is elolvasta, és azt mondta róla, hogy a következő évtizedre iránytű. Ebben 16 nagy tématerületben foglaltuk össze azokat a pilléreket, amelyek az életünk mindennapjait meghatározzák. Az Idők jelei című vitaanyagot Osztjé Zoltán plébános, a KÉSZ elnöke mutatta be a jelenlévőknek. Az áttekintés számba veszi az eddigi eredményeket, kritikát gyakorol a negatív jelenségek felett, és javaslatokat tesz a követendő irányra. A program azért olyan nagyon fontos, mert keresztény értelmiség megszólal az életünket érintő legfontosabb kérdésekben. Kifejti a véleményét, és elmondja azt, hogy mi az, amit úgy gondolja, hogy ő hozzá tud tenni a jobbítás és a kritika szándékával, ahhoz, hogy egy szebb, jobb világunk alakuljon. Az egyik témakör, melyet a vitaanyag érint, a család szerepe és kérdése. A témában Spéder Zsolt demográfus mutatott rá a párkapcsolati tényezőkre és összefüggésekre, a házasság és a gyermekvállalás gyakoriságára. A demográfia és a szociológia a gyermekvállalás melletti érveket társadalmi és egyéni okokra bontja. A társadalmi okai közé tartozik például, hogy nehéz kiszámítani az életet, és a gyerekvállalás az nem olyan, hogy egyik napról a másikra vállaljuk, hanem hogyha perspektívát látunk magunk előtt, és hogyha hosszú távú perspektívát, mert ugye a gyerek egy életre szól, egy életen keresztül velünk lesz a gyerek. Vannak egyéni okok is, valaki nem találja meg azt, akitől szeretne, vagy akinek szeretne gyermeket vállalni. Az említett hosszú távú perspektíva alapjait teremtette meg az állam azzal, hogy elindította a családi otthonteremtési programját, ezzel ösztönözve a boldog párkapcsolatokat a gyermekvállalásra. Erről beszélt Veresné Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.
Gondoljanak bele, hogy Magyarországon, és akkor nem vonok le következtetéseket, ezt önökre bízom, 2002 és 2010 között, figyeljék a dátumokat, 2002 és 2010 között a házasságkötések száma 23%-kal csökkent. 2002 és 2010 között. Majd 2010 és 2015 között 30%-kal nőtt. Tulajdonképpen mi azt szeretnénk elérni, hogy a vágyott, tervezett gyermekek szülessenek meg, hogyha valami akadálya van a gyermekvállalásnak, hogyha valami akadálya van annak, hogy egy fiatal még nem alapít családot, vagy annak, hogy később, amikor már van a családban gyermek, akkor nem mernek valamiért vállalni egy második, harmadik, negyedik gyermeket, pedig szeretnének, akkor ezeknek az akadályoknak a lebontásában kell nekünk kormányzati eszközökkel is segítenünk. Ez az alapvető feladatunk. Az államtitkárasszony a konferencia végén elmondta, hogy a kormány szeretne perspektívát mutatni a fiataloknak, és teljes mértékben egyetértenek a kész vita anyagában lejegyzett értekezésekkel. Messze menően támogatják, hogy a közösségek, a nemzet és a család, ezek erősítése az oktatás, az egészségügy és a szociálpolitika kiemelt helyet kapjanak a programokban. Mindehhez megfelelő hátteret nyújt a nemzetközi viszonylatban is sikeres gazdaság. Még mindig nincs meg a múlt pénteki apáti rablás kísérlet körözött személy, akit egyébként itt láthatnak mellettem a televízió képernyőjén. Szombaton birkapörkölt főző versenyre és aratónapra várják az érdeklődőket Pócs János gazdaságába. Hamarosan jön a 6. babfesztivál, illetve június 25-ig lehet jelentkezni az első roma szépségversenyre Apátira. Rövid híreink jönnek. Ezek a képek bejárták az internetet a hétvégén. A polisz.hu pénteken közzétett képeit a JTTV weboldaláról és Facebook oldaláról is sokan osztották meg annak érdekében, hogy a rablás kísérlet elkövetője előkerüljön, eddig sikertelenül. Június 10-én 10 óra körül egy ismeretlen férfi ment be Jászapátin egy postahivatal épületébe. Itt egy fegyvernek vagy fegyvernek látszó tárgyal a pénztárban dolgozót megfenyegette, készpénzt kért tőle. Az alkalmazott nem tette eleget a követelésnek, így a férfi üres kézzel elmenekült a helyszínről. A gyanúsítottról több kamerafelvétel is készült, amelyeket a rendőrség honlapján a www.police.hu-n közzétett, és ennek a férfinek az azonosításában kéri a lakosság segítségét. A képeken látható, hogy egy sötét ruhát viselő, arcát egy napszemüveggel eltakaró és sapkában lévő férfit keres a rendőrség. A Jászló-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság vezetője egyébként az ügyben 500.000 forintos nyomra vezetői díjat is kitűzött. Tehát a Jászló-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság kéri, hogy aki a bűncselekményen, illetve az elkövető személyével érdemleges információval rendelkezik, az jelentkezzen a rendőrségen, vagy telefonon a 107-112-es központi telefonszámok valamelyikén. Koránkelés, kaszaélezés, aratás, kívekötés, pörkölt illat, áldomás, finom ételek, jó hangulat és cigányzene. A magyar paraszti kultúra fontos eseménye volt a nyári gabonabetakarítás, melynek hagyománya előtt tisztelegnek a Jászapáti aratónapon. A Jászapáti Gazdakör és a Jászapáti Városi Önkormányzat szeretettel várja a látogatókat az idei aratónapra. Lesz itt kérem birkafőzőverseny, aratóbemutató, plébánosi áldás és vendégköszöntő gondolatok, finom ebéd, a hozzá dukáló nótaszó, sőt, szórakoztató, kulturális műsorok is június 18-án, szombaton 9 órától kora délutánig. A helyszín Pócs János országgyűlési képviselő farmja. Apádi babfesztivált idén is jól kifőzték a szervezők, az egyszer biztos. Idén is jót főzhetünk, finomat ehetünk, nagyokat beszélgethetünk, egy kellemes koncertet is hallgathatunk, és sokan még éjjel is a babbal állhatunk. A versenyre nevezhetnek családi, baráti, munkahelyi és civil szervezetek csapatai. Az első 3 díjazotton kívül külön díjat kap a legötletesebb csapat. Jelentkezési határidő június 17-ig a polgármesteri hivatal kabinetirodájában lehetséges, vagy a 0657 540 100-as telefonszám 118-as mellékén. A babfőző verseny reggel 7 órakor kezdődik, de egész délelőtt a helyi fellépők műsora közben együtt főzhet a zenés gasztro piknik keretében a Sztár Bogrács mellett Budai Péter séffel. Sztár vendég Szekeres Adrián, eredményhirdetés 14 órakor.
Mire készüljön? A szervezők biztosítják a kijelölt főzőhelyet, a csapatonkénti 2 kg babot, a kenyeret, a főzéshez elegendő tűzifát, a nyerési esélyt, a díjakat és a szórakoztató programokat. Mi kell még? Minden más kelléket a csapatnak kell hozni. Az ön csapatának kell egy kis spiritus, egy állványos bogrács a főzéshez, és persze hozzávalók, illetve a titkos fűszerek a győzelemhez. Jászapáti sportpálya, június 25-e, szombat, 6. babfesztivál. Itt nem babra megy a főzés. Július 7-én roma szépségversenyt szerveznek a Pályér Antal Művelődési Házban. Az első alkalommal megszervezett megmérettetésre 4 és 20 év közötti lányok jelentkezését várják. Jelentkezni június 25-éig lehet a Csillag Cserhaj Szolgáltatóházban, hétfőnként és vasárnaponként. A következő percben Banka Ferenc polgármesterre emlékezünk, aki múlt héten hunyt el, és szerdán délután búcsúztatják a Jászszent Andrási templomban délután 3 órától. Halála fájdalom és bánat, de élete ajándék volt. Banka Ferenc 58 évet élt. Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy Banka Ferenc Jászszent András község önkormányzatának polgármestere június 7-én életének 58. évében elhunyt. Mindenkit váratlanul ért ez a haláleset. Ferit mindenki szerette, úgy a kicsik, úgy a nagyok, mindenki Boxinak hívta. Az utolsó időszakban is mindenki szorított érte, hogy jobban legyen, hiszen tele volt tervekkel. Azt hangoztatta mindig, hogy neki még nagyon sok dolga van ezen a településen, és mindig a jövőbe tekintett. Banka Ferenc született 1957. szeptember 25-én Jászapátin, tűzgyökeres Jászszent Andrási származású volt. Általános iskolai tanulmányait Jászszent Andráson végezte, a jászapáti Mészáros Lőrinc gépészeti szakközépiskolában érettségizett, 1983-ban vasútgépész technikusi, majd 88-ban felsőfokú gépész technikusi végzettséget szerzett. Munkás éveit Budapesten a BKV-nál kezdte, ahol a BKV előre csapatában focizott, majd egy sportsérülés és egy műtét után hazajött a szülőfaluba, és a Jászkíséri MÁV-nál kezdett el dolgozni. 1988-tól Jászszent Andrási Községi Tanács műszaki ellátó és szolgáltató szervezetnél dolgozott. 91-től 2002-ig a polgármesteri hivatalban köztisztviselő. Az önkormányzati választásokat követően már az első ciklusban részt vett a közéletben önkormányzati képviselőként. 2002-től halála napjáig Jászszent András község önkormányzatának polgármestere volt, az önkormányzat társulásaiban pedig különböző megbízatásokat látott el. Eredményesen küzdött a település fejlesztéséért, az intézmények működtetéséért, a sport támogatásáért, és azért, hogy Jászszent András, ahogyan ő mondta, a csend, a nyugalom és a béke szigete maradjon. Polgármesteri megbízatását nem munkának, hanem nemes szolgálatnak, hivatásnak tekintette. Polgármesteri irodájának ajtaja pedig mindenki előtt mindig nyitva állt. Nagy álma vált valóra, amikor Jászszent András a Szarvasgomba fővárosa lett, valamint amikor elkészült a Jászszent András Jászapáti összekötő út, illetve az idén átadott homoktövis feldolgozó kisüzem. Az FC Jászszent András Sportegyesület labdarúgó szakosztályának elnöke régebben edzője is a futball megszállottja volt. Sportéleti munkáját Jászlókonszolnok megye labdarúgásáért díjjal ismerték el. 2013-ban a vidékfejlesztési minisztertől kiemelkedő tevékenység elismeréseként Magyar Vidékért díjat kapott. A Szent László Szarvasgomba lovagrend lovagjai sorába választották, majd 2014-ben az első magyar szarvasgombász egyesület Hollós László emlékérmet adományozott számára. Az IPA magyar szekciója aranydiplomával ismerte el tevékenységét. 2014-ben lengyel testvértelepülésüktől Javorce fejlődéséért kitüntető díjat kapott. Betegsége alatt is rendíthetetlenül, mindent félretéve folyamatosan Jászszent Andrásért dolgozott. Halál a fájdalom és bánat, de élete ajándék volt. Banka Ferenc 58 évet élt. Befejeződött a Jászok történelmi dal és táncjáték előadás sorozata. Már a június 3-ai premier megmutatta, hogy minden várakozást felülmúlt a produkció, mely egyedülálló mérföldköve a Jászok művészettörténeti feldolgozásának. Thank you.
itt hagytuk abba. Még ma is nehéz megszakítani a sikert jelző tapsvihart. Pláne nehéz volt a premier pillanatában ezt megtenni, amikor a felszabadult alkotóenergia találkozott a közönség katarzisával. E két energia érzékelhető kisülésének mámorát sokáig nem fogjuk.